Peti, ne, tűtött, ne. Ne add át magad. Már többször, igen, mondtam, hogy ezt kibeszélem magamból ezt a dolgot, de meg már biztos sokatnak feltűnt, hogy azért vágyok mostanában már leginkább túrenduro, mert hogy kis hazánk útjai lassan nem járhatóak mással. Tehát van egy... Kivel egy ORT? Javasolnám, hogy a jó RT-vel próbálj meg nem az M5-ösön, hanem az 5-ös főúton elmenni Budapestről Szegedre. Hát ott látni fogsz csoda dolgokat, mert a nyomvájuk mindenféle változott, a keresztbordák. Nem csak autópályán közlekedek a jó RT-vel, hanem pont Üllő és Nyáregyháza között van egy olyan út, ami gyakorlatilag nem tudod megmondani feltétlenül, hogy melyik a folt és melyik az eredeti. Az az amerikai ilyen folt varrott. Takarulhoz hasonlít, de nagyon jó megy rajta az RT. Ami nekem különösen aggasztó, hogy egy Magyarországon pont az 5-ös főútnak a kecskeméti bevezető szakaszáról van szó, ami hát hazánk egyik legnagyobb, vagy legfontosabb ipari övezete. És ott a minap találkoztam egy kártyúzó brigáddal, akik szakszerűen a hideg aszfaltot, a lapát segítségével döngölték bele egy hasonló kártyúba, és ezzel a folyamat be is volt fejezve, mentek a következő kártyúra. Nem tudom, tehát én most már meg vagyok róla győződve, hogy itt a Balkánon már nekünk vannak a legrosszabb minőségű útjaink. Tehát Romániában is Csabi a tanulja, hogy már, ott már nem látsz ilyen kritikán aló minőségű főutakat. És hogy ez nem látom azt, hogy itt ez a keletközgőrendő évtizedben ez különösebben javulna. Hát a jövőben én sem látok. Az tény, hogy azért több aspektusa is van ráadásul, tehát itt bókás ez a kis Lego emberke csónakba itt ebbe a kátyuba. Tehát ennek vannak, ugye komfortot is rontja, de motorkerékpárban azért ennek komoly baleseti kockázata is van. Sajnos volt annak idején még a fővárosban olyan baleset, akit ismertem, még a Domus Áruházt, amíg megvolt. Előtte egy ilyen jó nagy úthullám volt, kijárták valószínűleg a buszok, és hát azon eldobta egy kislány a motorkerékpárját, és valamilyen oknál fogva ott meghalt. Úgyhogy van a rossz útnak komoly baleseti kockázata motorkerékpáros szemmel. Tudnék mondani, igen, olyan igaz, hogy három számja ide főútot, ahol árnyéka van. Tehát pont most februárban láttam, hogy árnyéka volt a nyomvájunknak. Tehát azon autóval is már azon félsz, hogy mikor ér le a karter, az mondjuk esőben motorra, az nettó életveszély. Ezzel együtt én látok biztató jeleket. Van itt a környéken tavalyi évben, vagy tavaly előtt újítottak föl egészen kellemes kis szakaszokat. De, és ráadásul szélesebb lett az út, tényleg a minőség jelen pillanatban ez az alpesi, de a romát biztosíti, eléri, jó minőségű út, jól is lehet lehet görbíteni, jó a szín, jó a tapadás, most itt tavasztal még kicsit koszoskás, tehát vannak biztató jelek, hatalmas uniós forrás felhasználásról van tábla, reméljük, hogy erre, ilyenekre azért lesz még lehetőség a jövőben. Adja az Isten!
Hello! Szeva! Sziasztok! Különben megint belém vert az ideget a Csabi, mert nyíg egyfolytába. Igen, nem akar följönni Pestre, mert hogy hideg van este, visszafele meg innen. Júliusig ő nem motorodik korán meg későn, mert nem szeret fázni. Igen. Nézd csak, itt a megoldás. Doboz. Meg plexi. Meg ilyesmi, markatfűtés. De nem is ér. Tehát megy itt a... Na tessék. Igen, elszaladt a lóha gyerekkel, meg kell pokrócozni nálassan. Meg is fogjuk. Tehát, no. Hogyha van tárolókapacitás, akkor van nálad két kesztyű, van nálad még plusz bélés, van, bele tudod tenni a kabidat, ha meleged van, de egy csomó variációs lehetőség van. Ez áldozat... Felkonferálhatom a... Ez az áldozat. Áldozatnak tüntetett föl magad, meg a hozzád hasonlók, de... Úristen, és akkor nem még, hát akkor öltöz föl hozzád, ne fázzál, gyökér. Viszem magam egy telefon, meg egy pénztárcát, és így motorozok. Na, ez a te bajod. Persze, telefon lemerülve, a pénztárca üres. ez lesz a YouTube-on a felvezetője, hogy botrányba fulladt a tracer teszt. Na, de hogy megnyugodjanak a kediek, hát... Ez egy tracer? Nem annyira tré volt, pláne, hogy Szardiniára voltam kénytelen utazni a tesztre. Neked van már Szardinián bejelentett lakcímet szerintem. Ja, Nikken, ebben megoszlattak a vélemények, hogy kell mondani, az volt a felvezetés, ez meg a főfogás, ha úgy tetszik a tracer. Igen, mert ezzel kezdték volna, akkor Nikkenre már nem maradnak olyan sokan. Tracer GT Plus, az volt ő, hogy egyébként a reptérrel a Nikkenekkel mentünk, ezekért, hogy másnap ezekkel mehessünk, és hát a... Itt megint el kell mondjak egy ódát Szardiniáért, tehát hogy nem csak ezek a tájak, hanem hogy a Tracer 9-nek majd a felvételek, amikor látható, hogy a 125-ös út, ami a, tényleg a világ egyik legjobb motoros útvonala, mind látványban, mind ritmusban, mind mindenben, az volt tényleg a főfogás, nem csak a motor, hanem az útvonal is. De a motorra visszatérve, így gondoltam először, hogy mondom, minek utaztad bennünket a Yamaha, érted el, mikor hát, még egy modellfrissítőnek se nagyon lehet nevezni, mert megjelent ugye a GT Plus, ahogy említettem, volt, és azért plus, mert hogy van benne pluszba egy ultra bonyolult elektronikus, minden összekapcsolva mindennel, és ennek a fő attrakciója az a különlegesebb szín mellett a sokkal fejlettebb elektronika. Ugye sokan nálunk úgy veszem észre, hogy kicsit ellenérzés van a motorok elektronikája iránt, mert hogy szeretjük a kőkemény férfi ember, az keményen hal meg elektronika nélkül. Ehhez képest az új GT Plus-ban még távolságtartó tempomat és radarhoz kapcsolt fékrendszer is található, amivel kicsit nekem is voltak ellenérzéseim, de azt kell mondjam, hogy a radaros tempomat is pont olyan jó dolog, mint a sima tempomat, most rájöttem, ugyanis japánok nem sokáig, vagy bocsánat, valószínű nem... Sokáig nem aludtak, amíg ennek a rendszernek a hangolását elvégezték. Tényleg egy nyílt főútra kérve, nagyobb tömegben motorozva, csak rárakom a radaros tempomatot, beállítom amennyire szeretném, és tartja tök jól a többiek tempóját, közben simán nézelődhetsz, pihenhetsz, és tényleg segít a rendszer, anélkül, hogy azt éreznéd, hogy a motor működését azt darabossá tenni. És itt nem csak arról van szó, hogy a radaros rendszer összedolgozik a tempomattal, hanem gyakorlatilag itt minden összefügg mindennel. Az elektromos futómű csillapítása, a fékrendszer működése, gyakorlatilag minden attól függ, hogy éppen milyen körülmények között motorozol, és hogy a fedélzeti elektronika milyen beállítást használ. Ami érdekesség még, hogyha a radaros tempomatnál valaki közben bejön eléd abba a távolságba, amit már a tempomat nem tud kezelni, akkor az egész kijelző sárkán kezd el villogni, úgyhogy biztos észre fogod venni, hogyha valami gebasz van. Illetve az egész radaros tempomat az csak a hátsó féket használja, emiatt növeltek is a hátsó tárcsa méretén, és ez akár a szerpentineken, az ilyen lassú visszafordítókban, hogyha többet használod a hátsó féket, még akár egyébként is hasznos lehet. Úgyhogy tényleg a GT Plus-szal vált igazán, azt lehet mondani, hogy kiforrottá ez a Tracer verzió, vagyis a Tracer széria, és futóműve is, mint hogyha még, tehát stabilabb lenne egy picit, és sokan régen panaszkodtak arra, hogy a Tracer nagysebességnél kicsit instabilá válik, és ezek az elektronikai beállítások, ezek szerintem még tovább
bár jobb lett volna nyilván egyik motorral a másikra átülni, akkor lehetne ezt biztosan állítani, de én valahogy még stabilabbnak érzem, mint a régit. Úgyhogy igazából olyan sok elektronika van most már ezen a motoron, meg olyan sok funkciót kínál, természetesen markolatfűtés, a GT Plushoz jár a két hátsó doboz is. Tényleg egy nagyon-nagyon komplett csomag, úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy ez a szegény ember X-szerje. Szó a stúdióé. Neked az RT-ben van távolságtartó? Persze. És szereted? Nem nagyon használom. Majd erre még kitérünk. De van egy olyan érzésem, hogy a Tracer az így most lett kész. Mert amikor két éve voltunk ugye Horvátországban, én mindig is nagyon szerettem a Tracert. Van, aki nem szereti, mert hogy van benne ez a 150 fölött, ez a sétál az eleje, de ez az összes ilyen crossover-re, meg túra, enduro-ra szerintem jellemző. Aki 150 fölött akar menni, meg 200-al akar utazni autópályán, az ne vegyen ilyet. De egyébként ez egy szerintem egy nagyon jó motor, és attól jó, mert ez még könnyű. Tehát, hogy 220 kiló relatíve könnyű szerintem a túramotorok közt, a szélvédelme az parádés, tehát gyakorlatilag alig ázol meg rajta, hogyha ha esőbe mész például. Hol tartottam? Hogy így lett kész, és azért, mert azt a erősen kérdéses dupla ilyen Johnny 5 fejű, aki emlékszem még a Johnny 5 kutat fúrja, a lukat megleli, az utat, ha. Szóval az a dupla két kis kijelzőt felváltotta a T-Max-nak a rendes nagy színes tévéje. Ugye ez a jól ismert kis 114 lóerő, igen, mint a Nikembe. És hát az adaptív tempomat, te miért nem használod? Hát ritka. Te azért jársz autópályán. Hát járok, de nem keresem igazán. Autópályán néha bekapcsolom, amikor ugye kicsit pihenni akarok, de igazság szerint szerintem autópályán sem igazán jól működnek ezek a dolgok. Már előzően néha forgalomba keveredsz, akkor olyan az, hogy most mennyire kell kiborítsál, hogy elengedje a motor, hogy gyorsulj el előzni, vagy ezt kimész, csak egy utána engedi el. Ezt próbálgattam, egy ilyen gyorsforgalmi úton mentünk vele, ott Szardinia közepén van egy, amit így mindegy. És az, ennek jól működött. Tehát, hogy tényleg kihúzod, ugye nyilván mögötte kell menni a másik motorosnak valamennyire, hogy tartsa a távolságot, ha kihúzol, akkor ugye elkezd csalni, lopni a távolságból, hogyha magasabbra van állítva a sebesség. Viszont ott tényleg jól működik, azt tudni kell, hogy itt ez a hátsó fékkel operál, emiatt a GT Pluson például egy nagyobb féktárcsa is van hátul, mert sokkal sűrűbben használja a motora a hátsó féket, tehát azzal lassít. Nem az eléve, hogy ugye ne bólincson be a motor, ne legyen zavaró az, hogy minden egyes ilyen sebesség beállításnál mondjuk leül az eleje. Úgyhogy amikor többen mentek előttem, hárman, négyen, és olyankor nem kell tartani gázzal, mindig nem kell oda-vissza variálni, hanem rárakod egy nagyon magasabb sebességre, és akkor mész a többiekkel együtt. Megvan nyilván egy vészfék funkciója, tehát hogyha, mint az autóknál, hogyha azt érzi a motor, hogy te neki fogsz menni annak az akadálynak, akkor egy adott fékerőnél, amit normál módba te kivezérelsz, ő nagyobbat húzza. Illetve még ez az egyik ilyen. Tehát, de belenyúl, igen. Túl nagy távolság, tehát még a legközelebb állítom az adaptív tempomatot, akkor is túl nagy távolságot kell tartani, és hogyha az ember így bebambul egy kicsit, akkor ráfejel a plexire. Vészhelyzetben nem fékeztem vele. Nem vészhelyzet, ez egy én normál. Meg úgy vagyok, hogy eddig mondtam, hogy ez teljesen fölösleges, de mondom, ha már van, végülis jó hát, működik. Illetve akkor jó, hogyha mindenkinek ilyen lenne a brigádba, és akkor be tudtok állni egy nagy hosszú kádjóba. Igen, az nem kizárt. De összességében azért én olyan nagyon-nagyon-nagyon sokat mondom, nem akarok, nem szeretek tempomatozni. Hogyha sokat tempomatozol, akkor azt jelenti, hogy autópálya az akkor nem motorozol, hanem közlekedsz. Igen, igen. Úgyhogy igen. Azért. Itt van ez a jó kis nagy, ez tényleg ekkora. Lehetne ezen is a Netflix. Majdnem, nem, de hát akkora talán nincs, mint az RT, de nagy. És itt még most pont nem annyira szépen látszik, de ez a joystick, ez most tényleg így pöpec. Természetesen navigáció, Garmin navit lehet rá kirakni, és amit szintén nagyon tetszik, hogy kirakja gyakorlatilag az egész kijelzőre, egy sávon a sebességet, meg ugye a sebességfokozatot, ilyen alapadatokat lehet rajta látni, de a kijelző az most már végre alkalmas az egész elrendezés, meg a méretés előtt tényleg teljes értékű navigációként működjön.
Másik, mint ez a radarhoz kapcsolt egyesített fékrendszer, ugye erről beszéltünk. Megy a fórumokban, meg nálunk is a Facebook alatt, hogy nem kell elektronik kamera, akkor én vezetek minden. Szerintem ez olyan hiszti, hogy mert egyrészt nyilván nem tudjuk megvenni azt a 8-9-10 milliós motort, ez mondjuk csak 7. 6-9. De például a Tracer jobb lett ettől a futóműtől, mert például a fékezésnél nyomócsillapítást, igen, azt hiszem arra állít rá, hogy kisebbet bólincson a motor, és ez egy olyan crossover, tehát ugye itt van egy 0.9-estől néhány centivel magasabb a rugóút, de egyáltalán nem himbilimbi, nem véletlenül hívja a Yamaha is mondjuk sportúra motornak. Ez nem kell az elektronika, meg egyebek, de pontos, mostában számolgattam el, hogy erről csinálunk egy külön kis adást. Amennyit motorozunk, egy átlag motoros, de kell. Jó, a bajtól mondjuk egy ABS, meg egy alapkipörésgátló is megment, csak ezek a szofisztikáltabb rendszerek tehetik azt lehetővé például, hogy vannak most 170 lóerős túrendurók, amivel még pályázni is tudsz, tehát ezek teszik ennyire variálhatóvá a hát már különben szerintem pont teljesen felesleges, hogy ennyire variálható legyen, mert igen, ez is egy nézőpont kérdése. Integrált hajtási módok, hát itt azt a fordító azt szerette volna ugye látadni, hogy végre ezek a számmal jelölt módok nincsenek, hál' Istennek, hanem csak könnyen érthető egyszerű dolgok. És hát a GT csomag itt ugye alapból most már persze benne van a tempomat, egy komfortülést is hozzáraktak még a plusz verzióba, doboz, markolathűtés. Úgyhogy ez tényleg egy komplett csomag, 100 000 forint hiány 7 millió forintért, ami viszont ha belegondolunk, hogy 7 millió forint, és ez a középkategória. Tehát most már ugye az XR, GS, nagy túrendrók, azok mondjuk 8-ról indulnak, felszerelve ugye 10, itt meg ugye 7-ért megkapsz egy teljes csomagot, de ez már megint nagyon a fájdalom küszöbb, hogy úristen. Teljes csomag, és bár lehet, hogy itt most rám küldenek valami végrehajtó csapatot, de én azt gondolom, ez is egy személyes túramotor. Szerintem nem. Kérdés, hogy mennyire hosszú túrákat válasz be vele. Nem mekkora mennyicske. De például az elektromos futómű, érdekes mondom, mondjuk itt a hátsó, a rugóelfeszítést egyáltalán nem állítja a Yamahának az elektromos futómű, tehát hogyha utasul megint, akkor a kézikerékkel kell párra rátekerni a hátsó gátlóra. Ez fél aktív. Jó. Figyelj, szerintem, én azért mondom, hogy ez is egy egyszemélyes motornak, kétszemélyes motornak a nagyobb hely kell az utasoknak, hosszabb ülés. Igen. Egyebek szélesebb, tehát ez... De ez meg megint ugye testalkat kérdése, hogyha a párod 60 kiló, akkor nagyon kényelmesen el lesz egy Tracer 90, és nem feltétlenül kell RT-t vegyen, mert az RT meg már... Nem RT, de régen voltak normális méretű motorok, ott voltak az FIR-ek, ott voltak a... Én nem ahhoz hasonlítanám. Pánok. Ez ugye most inkább sportúra, a Nikennek, Tracernek a konkurens az új KTM SMT például. De különben, ha nem lenne istentelen hosszú az első útja, akkor nem lenne olyan nagyon nagy probléma, hogy rá kell feszíteni féktávon, mert azért ezeknél volt, ennél a sorozatnál volt olyan, hogy azért, hogyha nagyon előre megy egy nagy fékezés, még ABS-szel is volt ebben probléma, hogyha a sofőr felemelkedik az időben és előre megy, akkor ez könnyen elemelkedik a hátulja, mert magas motor viszonylag rövid tengelytáv, gondolom ezt akarták ezzel. És azt mondom, sikerült is nekik. Kifogtunk egy olyan félőrült felvezetőt, nyílen mentünk mögötte folyamatosan, komoly tempóba. Sokszor már tényleg azt gondoltam, hogy ez itt most már így elég is lesz. Úgyhogy, és a motor nem, tehát abszolút nem himbilimbi, tényleg úgy áll az úton, mint a szög. Kik szervezték a tesztet, olaszok? Hollandok. Hollandok, a felvezető? Holland, nem, a felvezető az angol volt. És úgy ment, mint főrült kellett épp a láncát? Tehát nagyon szépen ment. Uh-huh. Tehát nem, szépen ment, és betyár gyorsan. És komolyan gondolta azt, hogyha ide elküldtek benneteket, akkor ti azért tudtok már. Nem maradt le senki, de úgy az volt, hogy... hogy pillanatra nem figyelti, azonnal két kanyarral arrébb volt mindenki, szóval...
adagolta az érzést. Hát az egyedi színek és grafikák, ugye a GT Plushoz vannak ugye az egyedi színek, amit kézzel ragasztanak el a gyárba, meg van benne egy kis csík, azért annyira nem egyedi. Én legközelebb akkor szólnak, a lába ragasztják. Úgyhogy én a Tracert eddig is szerettem, most már még jobban szeretem, csak azt az egyet nem szeretem, hogy árba kezd eltávolodni az én lehetőségeimtől, de hát ez az általános drágulás, ez mondjuk pont mindent érint. Erik, van még hozzáfűzni valót? Nincs. A sporttúra kategória újdonságához? Nem érzem a sporttúrának. Pedig az. Ahogy vagy mi a sporttúra? Le lehet róla térdelni? Például. Mondjuk erről is le lehet, csak hülyén néz ki. Nem tudom, tehát sporttúra, nem, ez magas hozzá. Magas, de forgós. Nekem azt mondom rá, hogy szegény ember X-erje. Várj, mi a sporttúra? Hát hogy jutottunk el idáig a sporttúra kategóriába? Mondjuk az F4-től. Ahhoz képest elinél a kontraszt, az tény és való. Ugye akkor az volt az univerzális sporttúra motor, most meg ezek a crossoverek. Nem, de... ezek nem sporttúra motorok. Ezek olyan túra motorok, amikben van craft. Meg nem teljesen gyopára futómű, de that's it. Attól még jó motor a Tracer. Sziasztok!